Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, sok szeretettel. Hellótok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Na, kitettem a fotót, a különbségeket, hogy mik a különbségek. Nagyon-nagyon sokat javult a kezem, és meg van gyógyulva. Tehát én úgy mentem körmöshez, hogy tudtam, hogy gyógyult, és semmi veszély nem áll fönn. Párom is mellettem volt, semmit el nem kapott, és még csak ki se jött rajta. És éppenséggel pillanat, drágáim. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nagyon sok szeretettel. Tehát nagyon nagy különbség, óriási különbség van a e-fajta tenyére lévő piros-vörös foltok között, és a között, hogy kinek mi hol jelenik meg. Valakinek az arcán, száján azért jelenik meg, mert magához nyúl. Olyankor nem szabad magához nyúlnia, mert akkor elterjed rajta. Tehát kesztyűbe kell lenni időnként, hogyha úgy érzi, hogy valami olyat csinál. Mint ahogy én csináltam, mikor elkezdtem főzni, akkor kesztyűt használtam, hogy véletlen se vigyen végig semmin. De mivel már meggyógyultam, és semmi bajom nincsen, azért a különbség megvan, hogy akkor hogy néztem ki, meg most hogy nézek ki. Tehát semmi nincs a kezemmel. Úgyhogy ennyi. Nem kültődik ő, hogy én fertőző vagyok, meg stb. Oké, nem tagadom, fönnállt előtte 12 nappal ezelőtt a veszély, de ennek van egy ilyen pár nap lefolyási ideje, de általában 10 napig tart. És ezon már én túl vagyok. Igen. Olyankor, mikor ilyen helyzetben vagytok, nem szabad magatokhoz nyúlni, sem mosakodni alulról. Alulról kézzel mosakodni nem szabad. És alulról kézzel mosakodni nem szabad olyan helyzetkor, sem az arcatokhoz nyúlni, sem a szátokhoz nyúlni, se így, se úgy, se amúgy, mert akkor elterjed rajtatok. Nem szabad. Nem szabad. Sehová nyúlni nem szabad. Higgyétek el, fertőtlenítés, 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 bepantem, bepantem, bepantem. És kézregeneráló krém, ami közben ápolja a kezeteket. Kézápoló krém. És bepanten. És fertőtlenítőszer, ami a vírust és a bacillust űzi. Ami öli a vírust. Nem szabad a szátokhoz nyúlni, nem szabad az arcotokhoz nyúlni sehova. Mert ahova értek, ott megterem. Na. Nekem még itt is volt. Nekem még itt is volt, és már nincs. Nekem már nincs. Mondta a doktor úr, hogy azért még egy pár napig kezeljem, de nincs már semmi baj. Kesztyűt nem kell használnom, de azért még, ha valahol olyan helyen vagyok, vonaton, metrón használom a kesztyűt. Maszkot használok,
Fertőtlenítőszer, 10-szer mosok kezet, fertőtlenítek. Igen. Általában 10 napig tart, de azon már bőven túl vagyok. Nincs semmi baj a kezemnek, meggyógyultam. Csak azért még pár napig kezeljen, mondta. De nem mondott semmi, hogy egyáltalán nem mehetek ki. Csak ne nyúljak olyan tárgyhoz. Úgyhogy gyerekek, segíteni akarok, hogy a szátokhoz ne nyúljatok, arcotokhoz ne nyúljatok, úgy keretekhez ne nyúljatok, mert akkor végig terjed. Próbáljátok ki, hogyha olyan helyzetben vagytok, használjátok kesztyűt, hogyha mosakodtok alulról, se belülről, se kívülről ne mosakodjatok. Én szerencsés voltam, mert nekem nem terjedett tovább se a nyelvemen, sem a nyelvemen, sem a számon, nem volt. Se a fülemen, se a nyakamon, se az arcomon, se a homlokomon, sehol nem volt. Se itten. Sehol. 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 Nem terjed tovább. Semmi. Ápolom magamat. Borotvál magamat. Minden. Igen, Balog Tamásné, igen. Nekem ilyen rajtam így átszaladt csak. Már negyedik, ötödik nap után már nem volt. Negyedik nap már múlóba volt. Igen, Bornya be, úristen, bizony. Bárki lehet ilyenbe. Igen, Enikő Pongó, elmegyek. Salgó tarjánba. Nem vagyok fertőző, hámlik a bepantentól. Bepantentól hámlik. Hámlik. És még itt is teli volt. Már nincs. Itt is volt. Már nincs. Nincs. Már csak ez hámlások. Egy hölgy csinálta, aki Pestre költözött, Salgó Tarjánba csinálta, de ő megmondta nekem, hogyha fertőző lettem volna, nem csinálta volna meg. Igen, odaírkáltak csúnyákat, amiért kiposztolta a körmemet. Ne félj, adtam én nekük. Igen, igen, fogok. Enikő Pongó. Úgyhogy jó vagyok, meg vagyok, nem vagyok fertőző. Meggyógyultam 4 nap után elmúlt. Rajtam csak átment. Kaptam rá krémet. Nekem nem volt rosszabb, mint ami a képeken van. Én kiposztoltam, hogy előtte milyen volt, utána középtájt milyen volt, meggyógyultam milyen volt. De bárki lehet ilyenbe. De a bepantentól hámlik. Margit Horváth.
Nem tudom, gyerekek. Gyerekbetegségnek mondják. De ez vírus. Ugye, Lacika? Ez vírus. Gyerekbetegségnek mondják. Vírus. Vírus. Igen. Vírus. De nem tudom, milyen betegség. De nem is majomhimlő. Nem majomhimlő. A majomhimlő cudarabb. Csúnyább. Ekkora kinövéses pattanások adok. Érett kinövéses pattanások adok. A majomhimlő nem az. Oké. Én azért mentem el, mert tudtam, hogy nem vagyok fertőzve. Ezek már csak a után maradt apró fótok meg a hámlások, a bepantentú. Bepantentú való hámlások. Látod? Bepantentú való hámlások. De nekem nem volt szájfertőzésem. Igen, annak mondják, de nem volt szájfertőzésem. Nincs semmi szájfertőzésem. Megnézettem, semmi. Igen, Enikő Pongó, igen. Igen, Krisztián Piros, igen, nagyon rám vannak állva. Bűntelenül leáradtak, leáradnak. Jó, lehet annak is, hogy kézláz szájfertőzés. De nekem szájfertőzésem nem volt. Hál' Istennek, hogy nem terjedett tovább, csak a tenyeremen. Oké, Buda Éva. Úgyhogy gyerekek, akkor nem nyúlhatnék semmit. Tudjátok, jó kesztyűvel fogtam mindent. Kesztyűvel főztem, kesztyűvel ittam. Nem nyúltam semmi az egy hétig. Jó, Enikő Pongó. Nem, nem volt lázam. Körmendiné nem volt lázam. Semmi nem volt. Se nem viszkedett, se nem égett. Semmilyen jele nem volt. Csak azt láttam, hogy kiütéses volt. Így van, Anna Bakács. Így van. Így van. Ahogy megláttam, úgy kezeltem. Na várjatok. Jó? Ezzel. Akkor. Akkor megmutatom nektek a dolgot. Hol is van. Van én nekem mindenféle készfertőtlenítőm. Várjatok, életeim. Amik hámosítók.
egyszer, kétszer, sudokrem, ez vazelin szintén hámosító, kézfertőtlenítő, és kézfertőtlenítő. Nem baj. Van itten pillanat, gyerekek. Itt van, amivel kezelem. Pillanat, gyerekek, megkeresem. Itt van, gyerekek, amivel kezelem. Igen. Én elejtük kezeltem. Én előttük kezeltem. És... teljesen föl vagyok szerelkezve, gyerekek. Pillanat, drágáim. Igen. És... itt van, gyakáim. Igen. Úgyhogy elejtő kezdve észrevettem, azért volt szerencsém, nem terjedett tovább. Mert van, akinek még a szájába is volt. Valakinek még a szájába is volt. És ezért mondom nektek, ne nyúljatok magatokhoz, sem az arcatokhoz, se ne nyúljatok a szátokba, se a fogatokhoz, se a nyelvetekhez. Se ne rágcsáljátok a körmötöket, és nem fog tovább terjedni. Én szerencsés voltam, elejtük ezzel, kezeltem, idejébe vettem észre, és mindjárt be is kentem. Na mutatom, mit főztem. Nem baj, drágáim. Lángolt kóbászos lecsós tésztát csináltam. És jó étvágyat mindenkinek. Jó étvágyat mindenkinek, drágáim. Kis kávé. Jó.
Igen. Ezt csináltam most. És jó étvágyat mindenkinek. Amint mondtam, gyerekek, amíg így van a kezetek, addig kesztyűbe főzzetek, kesztyűbe nyújjatok magatokhoz, a karotokhoz, akár így, ide, ha valami olyanatok van, de még a fejetek bőréhöz se nyújjatok. Még a hajatokhoz se nyújjatok. Mert a hajatok ugyanúgy elfertőzhet. A fejbőrötök minden. Úgyhogy én már túl vagyok. Ennyit csak, még a doktor úr azt mondta, hogy azért még kezeljem egy pár napig. Ennyit akarok mondani segítségül, hogy ne nyúljatok magatokhoz, amíg kiütéses a tenyeretek. Ha lábatok oldalán kigyűn a talpatokon, tenyereteken, a kokvetlen vegyétek észre és kenjétek be pantenna. Fertőtleníteni, fertőtleníteni, fertőtleníteni és fertőtleníteni. Igen, így van Balogh Tamásné, igen, igazad van. Úgyhogy én, nekem már csak a jelei maradtak meg, semmi bajom nincsen. Nem vagyok fertőző. Nézi a mesét. Ilyen vicces történetet. Köszönöm. Most már kesztyű nélkül eszek. Köszönöm. Adok a Lacikának enni. Lacikának adok enni. Lacikának viszek enni. Lacika. Lacikának viszek enni. Viszem a Lacikának ennit. Jó van, jó. Gyere, Lacika, enni. Jó étvágyat. Egyél az, kelljél fel, lecsós tészta. Kelljél fel, drágám. Nem. Nem veszek. Igen, úgy. Mennyi? Magamat mutatom. Jó étvágyat, Lacika, egyél. Itt a Lacika. Köszönsz nekik egyszer? Sziasztok! Adtam neki kaját. Ő is eszik. Úgyhogy gyerekek, ha tenyeretek kiütéses, kesztyűbe egyetek, kesztyűbe takarítsatok, kesztyűbe főzzetek. Kesztyű nélkül ne nyúljatok semmihez. Semmihez ne nyúljatok. Most már ő is jó van. Meg direkt leáratnak, gyerekek, hogy én ilyen meg olyan vagyok. Nekem szerencsém volt, idejében észrevettem. Nekem 4-5 nap alatt leforgás alatt rendbe jött a kezem. Nem viszkett, nem csípett, nem fájt. Akkor lett volna baj, ha későn veszi észre valaki.
Itt vagy, Drágenikőm. Gyerekbetegség, gyerekvírus. Amikor nem vigyázik az ember, hogy kivel, hogy mondjam nektek, igénytelen lehetett az a valaki. Nem ismerte a fürdést. Nem tudta, mit jelent az, hogy tusolni, szappannal fürödni, meg ilyen. Igénytelen valaki érhetett hozzám. Úgyhogy ez van, drágáim. Vigyázzatok magatokra, és akkor nem kaptok el semmit. Nem terjed tovább. Ha valahol jelentkezik, akkor kesztyűbe legyetek. De viszont nem kell mindig kesztyűt használni, mert akkor nem kap levegőt a tenyeretek. Csak mikor főztök, meg mikor mosakodni mentek. Akkor kesztyűt használjatok. Mosakodáshoz, főzéshöz kesztyűt használjatok. Úgyhogy én rajtam nem jött ki úgy sehol semmi, csak a tenyeremen meg a lábam talpán. Ennyi. Se a számon, se a bőröm nem jött ki. Így van. Bárki benne lett, még tik is. Nagyon vigyázzatok. Úgyhogy sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok. Tájékoztattalak benneket, hogy előtte is, utána milyen volt, gyógyultam. Sziasztok, rendben vagyok. Gyógyultam, és nem vagyok fertőző. Nem vagyok fertőző. Ne találgassál, Berki Klára, mert nem tudjuk, hogy mi ez. Jó van, Acika, nézd a tévét. Berki Klára nem bárányhimlő. Úgyhogy nem találgatni kell. Igen, Enikő, drága, jó vagyok. Jó vagyok, úgyhogy én világ életbe feltöltelítettem itthon is, hozzánk olyan nem jár, akit ő bármit elkaphatnék, elkaphatnánk, nem jár ide úgy senki, csak komoly emberek jár, csak komoly illetők járnak, akik tudjuk, hogy nem kapunk el semmit. De az is ritka. Én nem. Én minden este, minden nap fürdök. Naponta 3-szor fürdök. Naponta 15-ször kezet mosok. Feltöltelítek 7-szer. Ennyi. Ennyit jelentett odafigyelés. Így van, Herbatényi. Így van, Herbatényi. Rosszkor rossz helyen voltam, így van. Ezt lehet így is nevezni, így van. Igen, igen. Főszedtem valakit, főszedtem egy vírus, kész. Úgyhogy, drágáim, engem le lehet nézni. Tiszta a fejbőröm, fejbőrtisztítót használok. 24 ezer fontos samponnal mosom a hajamat. Hámlik a bepantentül a ujjam. Így van. Bárki meg kivel előfordult, nem tudni soha. Lehet, hogy van, akin csak egy szem pöttyünk ki, de akkor annak már ott a jele. Vagy van, akin úgy jön ki, hogy állítólag lázzal kezdődik, úgy, hogy több napos lázzal kezdődik, hogy alig lehet levinni. De ilyen nem volt nálunk. Én nem voltam lázas, a férjem egy napig volt lázas. De akkor azért, mert a munkába haragudtik, de nem volt vele semmi gond.
Igen, igen, használom. Úgyhogy én bármikor elmehetek bárhová, mert nem vagyok fertőző. Nem, nem volt Balog Tamásné. Nem volt se lázam, semmi nem volt. Nem égett a kezem, nem viszkedek. Nem égett a tenyerem, nem viszkedett. Lehet, hogy valaki erre panaszkodott, mert ő neki már túlterjedt. Ő nem kezelte a dolgokat időbe. Ha hogy ne lennék ideges, mikor olyanokat terjesztenek rólam mindenhol, hogy fertőző vagyok. Hogy én velem senki ne fogalkozom, de ma azelőtt is ilyeneket írkáltak. Ennyi. Tehát én időbe vettem észre. Nézzétek meg a különbséget, meg amit átküldtem. Ennyi. A 14 napon túl vagyok. Még orvosom azt mondta, hogy egy pár napot még kezeljem, de ne nyúkáljok senki olyanhoz, aki esetleg beteg. De amúgy emeltek, körmösöd meg, ami hova lehet. De kesztyűt fogok használni, maszkot használok, a fölispíseken is használtam, még odaértem. Legyüttem a színpadról, rögtön vissza a maszkot. Úgyhogy itt se. Sehol. Sehol nincs. Sehol. Ennyi. Úgyhogy hiába mondták, igen, előző 3-4 napban nagyon-nagyon izé voltam, csúnyán nézett ki tenyerem. De 14 napig, 13 napig nem mentem ki sehova. Nekem nem kell borotválni, nekem ilyen. Nekem ott nem nől. Igen. Én nem borotválom. Így van, Anna Bakács. Így van. Hát ha tényleg olyan feltörődtem, akkor már mindenhol kijött volna rajta, mert én szeretek magamhoz nyúlni. Tehát, na. Igen, én nem borotválom a lábamat se, se a hónajomat. Majd nézd vissza a live-ot, Lenát. Igen, jobban lettem már kész. Csak még orvos mondta, hogy kezem, hogy lehámlódjon, ami még ott maradt, és ennyi. Igen. Lecsós tésztát kolbásza. Na, sziasztok, de engem majd később leszek. Puszi!